Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Internetes csalás, babakocsikat árul, de hiába fizettek, nem küldte a terméket. Veszélyes lehet a pihenés, a betörők kedvenc időszaka a nyár. Családbarát szexárd, több generációs közösségi tér épül a Fagyöngy utcában. Építkezés, augusztus végére átadják a megújult Garai utcát Bátaszéken. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Tamási rendőrök fogtak el egy nőt, aki gyanútlan kismamákat vert át az ország egész területén, interneten árult használt babakocsit, a vételár elutalása után viszont a vevők hiába várták a terméket, a nőnek eszágában sem volt azt elküldeni nekik. A rendőrség azt tanácsolja, legyünk körültekintőek, ha az internetről rendelünk valamit. Használt babakocsi hirdetéssel vert át az áldozatait a Fejér megyei Sárkeresztúron élő nő. Az ország több távoli településén is éltek áldozatai. A módszere egyszerű volt, a babakocsi árát előre elutaltatta, a vevő viszont hiába várta a futárt. A csalónak esze ágában sem volt elküldeni a megvett terméket. A nőt végül Tolna megyei nyomozók fogták el. Az ügyben a Tamási rendőrkapitányság indított eljárást, ahol megállapítást nyert, hogy a sárkeresztúri nő legalább 5 személynek adta el a babakocsit oly módon, hogy annak vételárát a személyek neki átutalták, ő azonban babakocsit nem küldte el a jogos tulajdonosának. Hasonló esetből egyre több van, mert folyamatosan nő az interneten bonyolított vásárlások aránya. A rendőrség szóvivője szerint viszont egy kis odafigyeléssel könnyen elkerülhető, hogy ilyen csalók áldozatává váljunk. A legeslegfontosabb az, hogy amikor az interneten vásárolni szándékozunk, akkor mindig kérjük meg az eladót arra, hogy egy saját maga által készített fotót küldjön el nekünk az adott tárgyról, legyen ez ruhadarab, használati tárgy vagy akármi más. Hasonlóan fontos, hogyha magánszemélytől rendelünk, akkor semmiképpen se utaljunk előre pénzt, ragaszkodjunk az utánvétes fizetéshez. Ha pedig ezek ellenére is átvernek valakit, akkor lényeges, hogy a csomag felbontása után azonnal tegyen feljelentést személyesen vagy a 112-es segélyhívón, hogy a rendőrök minél előbb elkezdhessék felderíteni az ügyet. A nyarat kifejezetten kedvelik a betörők, ilyenkor ugyanis a nyaralások miatt sok az üresen álló lakóingatlan. A rendőrség szerint érdemes ilyen szempontból is felkészülni, mielőtt pihenni indulunk. A nyári hónapok a betörők kedvelt időszakai. A nyaralások miatt sok ingatlan válik ilyenkor akár hetekre is szabad prédává. Az ilyen lakásokra és házakra szakosodott tolvajok pedig kifejezetten ügyes módszerekkel képesek kifigyelni, hogy hova lehet éppen könnyedén bejutni. Ezt mondja a rendőrség szóvivője. Éppen ezért érdemes néhány jó tanácsot megfogadni, mielőtt pihenni indulunk otthonról. Ismerősöknek, rokonoknak, szomszédoknak szóljunk, hogy az otthonunk környékét folyamatosan figyeljék, és hogyha idegen járműveket, illetve idegen személyeket látnak a környéken, akkor a járműrendszámát írják fel, illetve figyeljék meg azt, hogy ezek az idegen személyek miért is kerültek oda a mi otthonunkhoz közel. A redőnyöket sem érdemes teljesen leengedni, ez is figyelemfelhívó jel lehet ugyanis a betörőknek. Ha napokig nem mozdul az ablak sötétítője, akkor jó eséllyel nem is tartózkodik senki a házban. A postaládák ürítését is érdemes ismerősre bízni. A sok levél és boríték szintén szemet szúrhat a tolvajoknak, de az internetes megosztásainkkal is érdemes csínyán bánni. Ne hívjuk fel figyelmét az embereknek a közösségi oldalakon, hogy milyen utaztunk, ne posztoljunk élőben, hogy éppen hol tartózkodunk, hiszen az a betörőknek, illetve azoknak a személyeknek, akik az otthonunk biztonságát meg akarják valamilyen módon kárhoztatni, azok rögtön oda fognak erre figyelni. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság egyébként évek óta működteti az országosan is egyedülálló úgynevezett nyaralókártya nevű programját. Ennek a lényege, hogy aki huzamosabb időre elhagyja az otthonát, annak egy rövid rendőrségi regisztrációt követően lehetősége lesz arra, hogy az egyenruhások naponta többször is ellenőrizzék, hogy minden rendben van-e a háza körül. Kaposszekcsői drogdílert fogtak a rendőrök, a férfi a gyanú szerint főként dombovári fiataloknak adott el több alkalommal is kábítószert, amit ő maga is rendszeresen fogyasztott. A díler marihuánával kereskedett, rajta kívül eddig három férfit és egy nőt gyanúsítottak meg kábítószerkereskedelem és fogyasztás miatt a nyomozók.
Első körben 50 millió forintra pályázhatnak a legkisebb tolnamegyei vállalkozások, a tolnamegyei kormányhivatal munkahelyteremtő támogatásainak köszönhetően. A pénzből gépeket és a munkavégzésükhöz szükséges eszközöket vehetnek, cserébe viszont fel kell venniük legalább egy fő új munkavállalót. Korszerű gépeket és más munkaeszközöket is vehetnek azok a cégek, amik nyernek a kormányhivatal mikro-kis és középvállalkozások számára kiírt munkaerőpiaci pályázatán. A Lépésről Lépésre Fejlődni nevű program a legkisebb vállalatoknak szól. A pályázat kiíróinak a célja, hogy kedvező piaci helyzetbe hozzák a megyében működő gazdasági szereplőket. A pályázaton induló cégeknek a támogatásért cserébe vállalniuk kell, hogy legalább egy új munkatársat vesznek fel, és legalább két évig foglalkoztatják teljes munkaidőben. Ehhez is kapnak viszont plusz pénzt. A kormányhivatal ugyanis alkalmazottanként 2 millió forint bérési járuléktámogatást ad. Ha pedig a beruházás kedvezményezett településen, vagyis a Dombóvári vagy a Tamási járásban valósul meg, akkor újabb 500 000 forint jár a pályázó cégeknek. Pályázhat minden olyan vállalkozás, aki már működő vállalkozás, illetve a helyi programunkban az újonnan induló vállalkozásokat is tudjuk támogatni. Fontos az, hogy a helyi programban minimum egy, maximum három fő támogatását vállaljuk. A kormányhivatal nem most először írt ki munkahelyteremtő pályázatot a helyi vállalkozásoknak. Az elmúlt évek alatt 8 hasonló kezdeményezésben vettek már részt az ott dolgozó szakemberek. Részben ezeknek a programoknak is köszönhető, hogy a munkanélküliek száma folyamatosan csökken az országnak ezen a részén. 2010-ben nagyjából 12-13 ezer ember volt az állandó munkanélküliek a száma, ezt a számot 5800-ra sikerült leszorítani 2018 év végére. A Tolna megyei kormányhivatal mikro-, kis- és középvállalkozások számára kiírt pályázatára július 29-ig lehet jelentkezni. Egyre több fiatal figyel arra, hogy legyen megtakarított pénze, ez derül ki az egyik hazai pénzintézet friss elemzéséből. A megkérdezett 19 és 29 év közötti fiatalok éves megtakarításának átlagos összege 517 ezer forint volt 2019 első negyedévében, ami jelentős emelkedés a 2018 év végi 414 ezer forinthoz képest. A megtakarítási célok között első helyen a lakásvásárlás áll, de a fiatalok 43%-a általános tartalékot is képez, 40%-uk autóvásárlásra gyűjt, 36%-uk pedig egy tervezett utazás miatt takarékoskodik a kutatás szerint. Nemzetközi szinten is egyre népszerűbb a hazai csemege kukorica. Magyarország az Európai Unió legnagyobb csemege kukorica termelője és exportőre, írja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közleménye. Tavaly közel 300 ezer tonna készterméket szállítottak az itteni termelők a világ minden részére. A hazai fogyasztás viszont meglehetősen alacsony, mindössze évi 1,5 kiló feldolgozott csemege kukoricát jelent személyenként. Ehhez jön még a friss áruként elfogyasztott mennyiség, de arról nincsenek pontos adatok. Családoknak szánt közösségi teret alakított ki a szekszárdi önkormányzat a helyi Fagyöngy utcában. Az autóforgalom elől elzárt fásítás előtt álló területre a gyerekeknek játékokat szereznek be és helyeznek ki, a szüleiknek és nagyszüleiknek pedig padokat, sőt nem messze még egy kerékpáros pihenőt is fejlesztenek, a beruházásokat pályázati pénzből finanszírozza a város. Több szakemberre megvizsgáltuk, hogyan lehet majd fákat ültetni, hogyan lehet biztonságosan elkeríteni a gépjármű forgalom elől. Ezek lesznek az első munkálatok, amiket a szekszárdi Fagyöngy utcában található most még füves területen végeztet el a város önkormányzata. A közel 1000 négyzetméteres parcellán családoknak szánt közösségi teret alakítanak ki hamarosan. Alapvetően természetesen egy játszótér lesz, de igyekszünk olyan eszközöket, olyan pihenő alkalmatosságokat kitenni, amik természetesen nem csak a gyerekeknek, hanem szülőknek, meg az időseknek is adnak lehetőséget a szabadidő eltöltésére. Innen néhány 10 méterre található a város egyik kerékpárútja. Az amelletti pihenőhelyet is tudják ugyanebből a pályázatból fejleszteni, oda több bicikli beálló padok és ivókút kerül. A körzet önkormányzati képviselője, a város alpolgármestere azt mondja, a fejlesztés sokat javíthat a környéken élők komfortérzetén. Azt gondolom, hogy mindenki számára egy nagyon jó közösségi tér lesz, nem csak az ott lakók, hanem a városban lakó valamennyi polgár számára is. A szekszárdi Fagyöngy utcába tervezett játszótér építése a tervek szerint akár már ősszel elkezdődhet.
Akár a közterület felügyelők is megbírságolhatják azokat, akik szökőkutakban fürdenek, ez ugyanis veszélyes az egészségre, mert az ilyen építészeti látványosságok nincsenek felszerelve a vizet tisztító szűrőkkel. A közterület felügyelők első körben felszólíthatják a fürdőzőket, hogy hagyják el a szökőkutat. Ha nem járnak sikerrel, akkor akár a rendőrséget is a helyszínre hívhatják az ellenőrök. Várhatóan augusztus végére teljes hosszában átadják a bátaszéki Garai utcát, ami most még el van zárva a közlekedés elől. Van még a forgalom elől elzárt terület a bátaszéki Garai utca. A helyiek számára nehézség, hogy gépkocsival nem tudnak bejutni a lakásokba, és az utcában található városi köztemető megközelítése is nehézkes. Az utca adottságai nem teszik lehetővé, hogy az építkezés ideje alatt is folyamatos forgalom legyen. Most a kivitelezési munkákkal az első ütemnek a lassan a vége felé, jövő hét közepétől várom, szervezem, hogy kinyitjuk az eddig lezárt területet, és a következő terület a Nyéki utca felüli rész lesz lezárva a Garai utcába. Az utcában most csapadékvízelvezető rendszer építése zajlik, ezt követi majd a közlekedő felület megépítése. A munkák befejezése után szélesebb nyomsávúvá válik a Garai utca. Nagy valószínűséggel a temetőnek az északi bejáratát meg fogjuk majd tudni nyitni a temetőben látogatók előtt, de a főbejárat, illetve a déli bejárat továbbiakban is zárva lesz, hiszen most áttolódik majd erre a területre a tényleges munkavégzés. Előreláthatólag augusztus végére teljes egészében befejeződhet Bátaszék egyik legnagyobb forgalmat bonyolító utcájának rekonstrukciója, amin a korábbinál sokkal biztonságosabban lehet majd közlekedni. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Megtalálták a király sírhelyét, szenzációs régészeti leletek a pécsi székesegyházban. Milliókat csalt az álüzletember, külföldi kapcsolataira hivatkozva csapta be a károsultakat. Korlátozás Pécs legforgalmasabb részén, útjavítás két napig a belvárosban. A pécsi székesegyház altemplomának újabb titkai tárultak fel, rendkívüli sajtótájékoztatón számoltak be a Janus Pannonius Múzeum régészei a nemrég lezárult tervásatás eredményeiről. A pécsi egyházmegy által finanszírozott kutatás egyik célja volt, hogy lokalizálják Orszauló Péter magyar király sírhelyét, ez a szakemberek szerint sikerült. A pécsi székesegyház altemplomában végzett régészeti kutatás eredményeit mondták el az újságíróknak szerdán a Magtár látogató központban. Az ismertetés a helyszínen folytatódott, ahol szenzációs felfedezést tettek a szakemberek a májusban és júniusban végzett munkák során. A templomot alapító Orszauló Péter, vagyis II. Árpád-házi királyunknak a eredeti temetkezése szintén előkerült, megvannak a beásolt előkelő helyen lévő nyomai az ő temetkezésének. Ez az a sírhely, ahová a királyt temethették, azonban a sír üres volt. Csontok nincsenek, ezeket a csontokat szisztematikusan összegyűjtötték, tehát nem szórták szét. Ahogy az előadásban is elhangzott, itt nem rablás volt, hanem valaki rendszeresen, szépen összegyűjtötte és áthelyezte a csontokat. Hogy ezek a csontok ebben a pillanatban hol vannak, arra több feltételezés is van. Az egyik az az, hogy a dulánszki püspök 19. században a templomnak a nagy átépítetője sírkamrája alatt helyezkedhetnek el. Itt a síremlék mögött alatt lehetnek Orszauló Péter csontjai. Ezt az emlékhelyet nem bontották ki, így fizikai bizonyíték nincs a királyi maradványok létére, de a szakemberek biztosak abban, hogy itt vannak. A templom alapító építető személyek kiváltsága volt, hogy az épületen belül temették el. Péter csontjai is itt vannak, csak áthelyezték azokat. A régészek arra is kíváncsiak voltak, hogy milyen épített előzményei vannak a székesegyháznak. Fizikailag is tulajdonképpen lehetett tisztázni, hogy itt az altemplom területén volt egy késő római épület, amit a kolonikorban templomként használnak, erre ráépül a Péter egyhajós székesegyháza, erre pedig a négytornyú katedrális, tehát tulajdonképpen nagy valószínűséggel ezt a kérdést sikerült tisztába tenni. Vagyis itt legkorábban egy római kori mauzóleum állt. Erre kerültek az ókeresztény, majd középkori templom épületek. Ezek falmaradványai kerültek elő az altemplom feltárt 60 négyzetméternyi területén.
A pécsi járási ügyészség jelentős kárt okozó csalás miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen. A vádlott saját magát nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező, albán kormány közeli tisztviselőkkel kapcsolatban álló üzletembernek állította be, és azt adta elő, hogy Albániában kiemelkedő üzleti lehetőséggel bíró ércbánya kitermelését tervezi. Emellett a férfi azzal tévesztett meg több sértettet, hogy egy Pécs melletti kastélyt megvásárol, majd abból egy Európában is egyedülálló egészségügyi és wellness központot hoz létre. A férfi a valótlan állításokat előadva nagy összegű kölcsönöket kért magyarországi magánszemélyektől. A vádlottnak két társa is volt, akik alátámasztották a férfi vallomását. Magukat is üzletembernek, illetőleg a projektben résztvevő személyeknek adták ki, és ezáltal is elhitették a sértettekkel, hogy itt egy jelentős beruházásra kerül sor. Az évek alatt összesen 10 sértettnek több mint 45 millió forint kárt okoztak ezzel. Az elkövetőknek a cselekménye az üzletszerűen elkövetett jelentős kárt okozó csalásbüntetének a megállapítására alkalmas, mely bűncselekmény büntetési tétele 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Burkolatjavítási munkákat végeznek a Magyar Közút munkatársai Pécsett a hatos úton. A belváros egyik legforgalmasabb csomópontját csütörtökön és pénteken az esti éjjeli órákban újítják fel. A beruházásra az út rossz állapota miatt van szükség. Ez a Szigetvár, illetve Siklós irányába haladó 2x2 forgalmi sávot jelenti. A társaság arra kéri a közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal haladjanak ezen a szakaszon. A forgalomterelő táblákat már kiszállították a Magyar Közút munkatársai. Pécs belvárosának egyik legforgalmasabb csomópontjánál ugyanis útfelújítási munkálatok indulnak a következő napokban. Elsősorban marás és aszfaltozási munkák várhatóak a Sziget felé kanyarodó, illetve a Siklós irányába haladó 2x2 forgalmi sávban. Előre láthatólag július 11-én és 12-én csütörtökön és pénteken a késő délutáni, esti és éjszakai órában. Járó Szilvia stábunknak elmondta, a munkálatok néhány órán belül elvégezhetőek. Azonban éppen az általános nagy forgalom miatt időzítették esti, illetve éjszakai órákra az aszfaltozást. Napközben pedig ideiglenes forgalomkorlátozásra számíthatnak az arra közlekedők. A felújítás azért szükséges, mert a meglévő felületen nagyobb repedések, burkolatgyűrűdések találhatók. A közlekedőket arra kéri Magyar Közút, hogy fokozott figyelemmel és türelemmel vezessenek, közlekedjenek és figyeljék a kihelyezett ideiglenes forgalom elhelyezési jelzéseket. A szükséges felfestések később kerülnek rá a felújított útszakaszra, majd a csatornafedlapokat is kicserélik a szakemberek. A közlekedők a Magyar Közút útinform szolgálatánál tájékozódhatnak az aktuális forgalmi helyzetről. Túlélési gyakorlatokkal, a fegyverzett technikával és a katonai közelharccal is megismerkedhetnek a fiatalok a honvédelmi táborokban. Idén 72 turnusban mintegy 2000 fiatal vehet részt az egyhetes programokon. A cél, hogy közelebb hozzák a honvédelmet a tanuló ifjúsághoz, és bepillantást nyerjenek a magyar honvédség és a katonák életébe. Egy! Hú! Kettő! Hú! A közelharc mellett túlélési gyakorlatokat is elsajátíthatnak a fiatalok a Balatonnál szervezett honvédelmi táborban. Segítsed, aki lemaradt! A júliusi turnus egyhetes táborában 22 fiú és 8 lány teheti próbára erejét és kitartását. Hát azért eléggé megmozgatnak minket, de olyan nagyon jól esően, és én eddig nagyon élveztem minden percét. Jó a társaság, összebarátkoztunk, összeszoktunk. Az egyhetes táborban a fiatalokat hivatásos katonák segítik, a tematikus programok pedig a honvédség mindennapjait mutatják be. Egy katonai alapnapot hajtanak végre tulajdonképpen, tehát a reggel mindig ébresztővel kezdődik, egy katonai testnevelés órával, majd innentől kezdve mindenféle színes katonai programba próbáljuk kitölteni a napjaikat. Itt megtanulnak minden olyan alap dolgot, amire egy katonának szüksége lehet, de nyilván ez nem egy kiképzés, ez egy kedv csináló program tulajdonképpen, ahhoz, hogy pályára irányítsuk a fiatalokat. Itt megismerkednek a túléléssel, a fegyverzett technikával, a katonai közelharccal, és minden olyan programot biztosítunk számukra, amik számukra érdekes lehet. A táborok évről évre több fiatalt vonzanak, ezért idén minden eddiginél több turnust indított a Honvédelmi Minisztérium országszerte. 2016-ban indítottuk meg a honvédelmi táborokat, azóta ez mind mennyiségi, mind minőségi változáson ment át. Ha a számok tükrében nézzük meg, akkor annak idején 10 táborral kezdtünk, 10 turnusban, mindegy 350 résztvevővel. Most egyedik alkalommal rendezünk meg a nyári honvédelmi táborokat, és azt kell mondanom, hogy
több mint 2000 táborozóval számolunk az idén, tehát több mint 6-szorosára emelkedett a résztvevőknek a száma. Akkor 10 helyszínen indultunk meg, most 32 helyszínen, és a 10 turnus, most már gyakorlatilag 72 turnussal számolunk, tehát mennyiségűleg egy óriási változás történt. A cél, hogy közelebb hozzák a honvédelmet a tanuló ifjúsághoz, és bepillantást nyerjenek a magyar honvédség és a katonák életébe. Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó. Internetes csalás, babakocsikat árul, de hiába fizettek, nem küldte a terméket. Veszélyes lehet a pihenés, a betörők kedvenc időszaka a nyár. Családbarát szexárd, több generációs közösségi tér épül a Fagyöngy utcában. Építkezés, augusztus végére átadják a megújult Garai utcát Bátaszéken. Pénteken erősen felhős, borult idő várható, csak rövid időszakokra süthet ki a nap. Kisebb eső, záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A tartósan borult területeken kifejezetten hűvös lesz. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, viszontlátásra!